Senki sem akar veled enni, Virginia. Legfeljebb nem eszek. Mondd csak, ki van itthon Szabnálium? Mindenki, kivéve Carlos Alberto. Szólnál nekik még egyszer, Szabnálium? Nem kell minket úgy hívogatni, mintha a nagyságos asszony kutyái vagy beosztottjai lennénk. Azért szóltam, mert ha nem jöttök, leszedik az asztalt. Belőlem leszedhetik. Csak azt akartam mondani, hogy egyességre jutottunk. Megtudhatnám, miről van szó? A mai naptól, amíg te itt vagy, soha nem vagyunk hajlandóak egy asztalhoz ülni egy olyan cseléddel, aki elrabolta tőlünk apákat és a pénzünket. Nyugodj meg, Virginia. Nagyon kérlek. A vagyok vagyátok, Violeta. Ha megterítitek az asztalt, kiszolgáljátok magatokat, és el is mosogattok utána, abban az esetben ehettek máskor, mint én. De persze, nem lesz fennszolgálás sem, ha kivírjátok. Ezért van itt Szagrárió. Szagráriónak nagyon sok munkája van, és nem terhelem meg még ezzel is. Szagrárió a mi cselédünk, és nem pedig a tiéd. Te egy senki vagy ebben a házban. Azt hiszem, megint emlékeztetnem kell téged arra, hogy én az édesapád végakarata szerint vagyok ennek a háznak az asszonya. Remélem megértetted, de azért még egyszer elismétlem. Nem vagyunk hajlandóak egy asztalnál enni veled. Ma utána veszünk majd. Holnap pedig, ha kell, előkelünk fel ezért. Holnap ugyanígy. Ugyanígy fognak megteríteni nekem, mint ahogy máskor is. Itt lesz az én helyem, és aki akar velem tarthat a reggeli során. Utána pedig ehet az, aki nem kíván az én társaságomban reggelizni. És én is megismétlem, egyedül ti vagytok a felelősek mindezért. Azt még meglátjuk, Virginia. Arra aztán mérget lehetsz, Virginia. Szerintem ezt nem neked találták ki. De nem egyszer, jó. Majd szedek én magamnak. Nem, kedvesem, majd inkább én. Tedd csak ide a tányérot. Azt akarom, hogy lássák, hogy nélkülük is tudok enni. Hallgatni fognak rám, Szabnálium. Ettől a kerctől megindul az igazi hadművelet.